Imádom a kihívásokat. Nagyon sokszor hallom ezt emberektől, hogy keresik az új kihívást, nem tudják, hogy mit akarnak az élettől, még nincsen igazi életcéljuk, talán még nagyobb céljuk sincs, de keresik a kihívást, mert szeretik. Nagyon sokszor hallok, hogy belevágnak valamilyen új munkába, munkahelybe, nem tudják, hogy miért, de keresik a kihívást. Úgyhogy ezt a mítoszt beszéljük már, mert egy picit másképp gondolkozom de el fogom ma mondani. Úgyhogy üdvözöllek a mai napi vitaminban, amely segít vállalkozásod fejlesztésében, vagy új vállalkozás elindításában. De mielőtt válaszolnék arra, hogy én mit gondolok erről az egészről, és mennyire félre tud vezetni ez a nagyon pozitív, ilyen nagyon klassz, dinamikusnak tűlő dolog, hogy én imádom a kihívásokat. Én nem szeretem a kihívásokat, és ráadásul egy igen lusta, vagy nem is inkább lusta, az nem is jó kifejezés, Kényelmes ember vagyok, és például nem szeretek sokat gyalogolni, nem autózok túl sokat, de, de mondjuk a gyaloglás nem a kedvenc dolgom, inkább kerékpárral vagy vitorlással vagy valami egyszerű dologgal szeretek közlekedni. És, és szeretek pihenni, olvasni, gondolkozni, audiokönyveket hallgatni, de nem feltétlenül menni gyalogolni, úgyhogy számomra egy roppant nagy kihívás lesz ez a kaminó, amire most indulok. Éppen most csomagolom a bőröndömet, bőröndöt szóval a hátizsákot, és készülök a kaminóra, mert holnap, magyarul, ha hétfőn látod ezt a videót, akkor kedden reggel indul Bécsből a repülőnk Portóba. A portugál kaminóra megyünk, ugye két éve voltam már a fiammal és az unokatestvéremmel, és most is a fiammal és az unokatestvéremmel megyek ez egy más fajta kamino, ez nem olyan hegyes völgyes, mint a, a portugész, vagy ez a portugész, de nem olyan hegyes völgyes, mint a kamino primitívó volt. Ez a portugál kamino, ami jó része a tengerparton megy, a portugál része, legalábbis mi azt választottuk, és a maradék rész, a fele a Spanyolországon megy keresztül, az már nem a tengerpart, vagy az oceán partján, hanem Santiagoig bent a szárazföldön. Összesen 240 km a parti változat, az 260 km, amire megyünk, és ez tulajdonképpen a Jakobs, vagy a Jakobus apostolnak az útja és az ő történetéről szól. Tulajdonképpen már, mint így kezdődik, ez a legenda van hozzá, hogy amikor ő hősi halált halt, akkor hajón hozták meg Portótól aztán valahol éjszakra, és, és, onnan vitték el egészen Santiagoig, ahol eltemették, és a katedrálisban eltemették, és 811-ben aztán felfedezték, vagy megtalálták a sírját. Szóval a legenda nagyon érdekes, nagyon sok plusz legenda van még hozzá, hogy például miért egy ilyen, ez a Shell, ami a benzikútnak is egyébként, ez a Shell kagyló, miért ez a jelképe? Például azért mondják egyesek, mondja a legenda, mert amikor Jakobus megmentett a fulladástól egy fiatal nemes embert, akkor az tele volt kagylókkal, és, és, a kagylók azok, mint egy védő szentet, vagy védő szentséget jelentenek. Van, aki azt mondja, hogy emiatt, a legenda ezt mondja. Van, aki meg egyszerűen amiatt, hogy a 25 évvel ezelőtt föl virágzott és reneszánszát élő többféle kaminónak a vége a Santiago de Compostela van, és onnan még sokan elmennek 5-6 nap alatt az óceán partjára, ott fejezik be az arándoklatot, és ott például mindenki visz egy kagylót emlékbe, innen is jöhet a kagyló, mint szimbólum. Szóval sok minden oka van, mindenesetre az útjelzések mindenütt kagylóval vannak jelölve, ez a Shell kagyló, ami a Shell maga kagylót jelent egyébként, szóval ez a jelképe. Úgyhogy készülök egy ilyen kaminóra ami körülbelül két fél hét lesz, 260 km, nyilván egy napot Portóba lesz, mert a gyönyörű, hogy érdemes egy napot ott császkálni, és csak második nap fogunk elindulni a kaminóra magára, ami az óceánpartjának szintén mese szép lesz, és egy picit rövidebb, mint amin voltunk a Camino Primitivon, ami viszont hegyes, völgyes volt, annak is meg volt a szépsége. Szóval ez nekem egy roppanak kívás lesz, aztán fizikailag is, a lábam nagyon-nagyon fájt az elején, nem, Szóval nagyon nagy kihívás lesz. És hogy lehet az, hogy nem szeretem a kihívást, és mégis emlék egy ilyen kihívásra? És ez az, ami, amit sokszor, amikor beszélgetek emberekkel, és se értek másoknál, hogy miért van az, hogy szereti a kihívást, ezt mondja, belevág valami, talán kilátástalan, talán túl nehéz, talán önmagát szivató dolognak látszóba, de akkor van gond, ha nincs hozzá egy célja. És nekem több célom is van, egyrészt maga a mozgás nekem itt a cél. Nem feltétlenül és nem elsősorban spirituális, ha bár abba is fogok majd egy-két dolgot mondani, majd az út mentén, majd meg fogod látni. Szóval az egyik fontos cél természetesen az, hogy együtt legyek a fiammal, akivel szeretnék jobb kapcsolat építeni, tínédzsernél tudod, ez nagyon-nagyon nehéz ügy, 20 év fölött van, Úgyhogy, és az unokatestőről, aki Kanadából ritkán találkozom vele, leszek, illetve sok száz embert meg fog tudni ismerni magát a zarándoklat mentén, általában esténként. Nekem nagyon fontos, nagyon jó volt két éve, több évre energiával töltött föl, hogy hallgattam anyagokat, és ezáltal ilyen megtisztulás, letisztulás volt az emberbe. letisztultak célok, letisztultak energiák, kicsit méregtintett szellemileg is az ember, testileg eleve jót tesz, jó pár kilót let, dobtam annó, emlékszem, hogy 6-8 kiló, ha jól emlékszem, ez most is jól fog jönni egyébként, rám fog férni, és hát tele van mozgás, ami kimarad. Tudnik, nagyon sok esetben, amikor amikor én szeretnék elérni valamit, nem mindig van meg az akaraterő, ugye erről majd lesz szó később a napi vitaminokban, hogy az akaraterő, vannak gyenge akaraterő, meg erős akaraterő emberek, ez hülyeség, mert van, ami célja van, abban van igenis akaratereje, mert célja van, ami meg nincs, vagy nincs akaratereje, ez ennyire egyszerű, tehát akarater mindenkinek van, nincsenek akaratgyenge emberek általánosságban. Most alkoholizmus egyébekről nem beszélünk. Szóval én is például így kényszerítem magam mozgásra, mert ha hogy naponta fog mozogni, az nem szokott összejönni, a mindig valami közben jön, kimarad, de így nincs mese, a csomagot elő, hátizsákot, ami elég nehéz, előre küldjük ilyen uh, hátizsák ez a bocsilla taxival, és onnantól kezdve mi a vándorutat magunk egy kisebb hátizsákkal tesszük meg az egész csomagot, nem szoktam cipelni, mert nekem notebook és mindenféle dolog is benne lesz, mert majd elmondom, hogy miért. Szóval így kényszerítem magamat, és sok esetben én így jutottam előre, hogy kitűztem egy célt, és azon az úton el kellett indulnom, hogy odaérjek, mert a célt azt nem voltam hajlandó elmozdítani. Ugyanígy van, Santiago Cselt elmozdítani, az ott van évszázadok óta. Szóval ez lesz egy nagy kihívás, de azért vállalom a kihívást, hogy egy célt elérjek, vagy több kisebb célt is, mondhatni majdnem, hogy álmot elérjek vele de nem a kihívást szeretem, a kihívást nem szeretem. És ez egy fontos dolog, hogy gondolkozz el azon, hogy csinálsz valamit, akkor van-e valami célod, van-e valami álmod vele, vagy csak azért, mert elmondtad, hogy nagy kihívás volt, és, és nagy kihívást, és szereted a kihívásokat. Szerintem ez, 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 nem egy értelmes dolog. Ez én gondolatom. Sőt, ráadásul, hogy értsed, hogy mennyire fontos az ember a saját elveit meg, saját elveit kövesse, ez nagyon érdekes dolog, mert pont az autós videóm elé írta valaki, hogy micsoda buta dolog, csupán az elvek alapján elektromos autót venni. Hát mi a búbánatnak van értelme, mint hogy az elvek alapján élni? Tök hülye megjegyzés volt én szerintem, már bocsánat, hogy hülye mondtam, tök buta megjegyzés volt. Az se feltétlenül jobb persze. Szóval az a lényeg, hogy igenis legyenek elveid, és legyenek céljaid. És nekem ilyen legfontosabb, a sikerben talán az egyik legfontosabb elv, az összes megtanultó dolog között az, hogy rendszeresség. Bármit csinálsz, csináld rendszeresen, úgy, mint a Grand canyon kiválta a víz, ami egyébként szétfolyik a kezed között, de mégis a sziklát tudta kívánni több száz méteren, vagy a cseppkőbarlang, és még ezerfél dolgot lehet mondani. De mi a lényeg, hogy csinálj valamit, ami fejlődést, ami előrelépést, ami célfeli haladást jelent rendszeresen, és ez nekem annyira fontos, hogy két dolgot, amellett, hogy fizikailag valószínűleg puff lesz az ember 20 km gyaloglás után, én legalábbis, nyilván másnak lehető mesekotjan, tudom, hogy sokan vannak, majd én ebbe fejlődök még most, ami a lényeg, hogy két dolgot akkor sem adok fel, ha még ha lenne rá éppen elég, és jogosnak tűnő kifogás. Ugye a kaminon, hogy mert nagyon fáradt, akkor nem akar csinálni napi vitamint, de fog csinálni, mert úgy érzem, hogy ha valamit, nek a folytonosságát megdöntök, akkor olyan, mint hogyha van egy, egy márvány szobra, ami elkezd repedezni, és tán a szétporlik. Minden dolgot, amit fölépítesz, a rendszeresség tart össze ez a legfontosabb kifejezés, amit a sikerrel én összefüggésbe tudok hozni, a rendszeresség. Nyilván nem a rendszeres rossz dolgot csinálni, hanem a fejlődést csinálni. Tanulás, fejlődés, előrelépés, változtatás. És hát persze az igazi nagy kihívás az még az lesz pluszba, hogy Esténként kétszer csütörtök, van egy úgynevezett zoomos, tehát ez a technika a zoom. Valójában egyébként egy online konzultáció a más csoportokkal, és ezt sem mondtam le. Lehet, hogy egy kicsit kevesebbet fogok beszélni, és őknek több szó jut. Ha ma hulla fáradt leszek, de azt gondolom, hogy nem lehet a rendszerességet feladni. Ha feladod a rendszerességet, akkor a céljaidat, az elveidet adod föl. És igen, én az elveim miatt, amiben hiszek, és elmélyedtem, és fontos nekem, mert azért vettem vakon egy elektromos autót, aki ezért elítél, az az ő baja, mert nem tudom milyen elvek, vagy talán elvek nélkül éli az életét. Úgyhogy azt mondom neked, hogy tarts velem, egy fantasztikus útra indulunk, a Camino Portugézra megyünk, teljesen otthon, kényelmesen, kihívás nélkül persze, ha regisztrálsz a YouTube csatornára, és persze még megnyomod a csengetyűt is, akkor minden nap megkapod az előző napi beszámolót, és egy fantasztikus útra megyünk, beszereztem egy pár csodaklasz eszközt, amivel majd tudok szuper felvételeket csinálni, miniatűr kis valamiket, majd megmutatom, de minden esetre megosztom veled ezt az élményt, és nyilván ezen, ezen hosszú út alatt nekem az egyik nagyon fontos, hogy két sok több évre adó energiát is összegyűjtött, ez pedig az, hogy fogok nyilván hallgatni egy pár könyvet, valamit akár többször is, több napon át újra és újra és újra, hiszen egy nap, 5-6-8 óra gyaloglás kisebb a együtt, az bőven belefér egy komplett audiokönyv, úgyhogy a telefonom be van tárazva pár tíz gigabajtal, és, és fog működni. Pótaksi is van nálam, úgyhogy mindig fog működni. Szóval... Egy fantasztikus élmény elén Nézek, és remélem, hogy ezt velem tartasz, és ha, ha egy pár százalékban is, vagy egy pici érzésben csak, de át tudom adni neked, remélem, hogy velem vagy. Ha van kedved, nyomj egy lájkot, like ha nem, akkor nyomhatsz egy diszlájkot is, de diszlájkot nem szoktam nyomni, mi a fenének sem értelme. Szerintem sem értelme. Szóval, induljunk az útra, holnap reggel indul a repülő, és pakolom a cuccomat, ugye ez olyan dolog, mint amikor egy cél felé mész, össze az eszközöket, de vigyázz túl sokat, ne vigyél magaddal, mert akkor túlságosan fogja húzni a hátizsák. Hát nekem ez két éve gondol volt, most is oda kell figyelnem, hogy ne szúrja el nagyon, és ne legyen túl nehéz, de azért egy, vettem egy szuper mini kis laptopot, hogy tudjak vágni, direkt ezért gyors, de kicsi, úgyhogy elvijel sajnos nőni fog a, a súly, de minden esetre együtt utazunk, indul repülő, és a következő videót még itt fogom megcsinálni, megmutatom talán egy picit, hogy hogyan készülünk föl, de onnantól kezdve irány Portugália, Panyolország, Santiago de Compostela, ahol véget ér az arándoklatunk. Úgyhogy sok sikert kívánok neked, tarts velem, és ha gondolod, osszad meg a videót, például a Facebookon, hát ha másokat is érdekel, hát hogy gondolod, hogy a Camino az egy, az is egy élmény lehet. Szerintem az. Én azt gondolom, hogy nekem például nagyon nagy élmény jó dolgokat megosztani másokkal. Na, eleget beszéltem. Szóval, ciao, sok sikert!